Sziasztok! Ma egy nagyon megosztó témát hoztam nektek, a hit és a cselekedetek kapcsolatáról. És amikor megtértem, és elkezdtem elfogadni, elhinni azt, amit Jézus tett értem, akkor nem is jutott eszembe, hogy én ezért, hogy örök életem lett, ezáltal, Jézus munkája által, soha nem gondoltam azt, hogy én ezért valamit tettem. Sőt, nagyon is jól tudtam, hogy semmit nem tehettem érte, semmivel nem érdemelhettem ki azt, hogy Isten nekem üdvösséget ad. Mert ismertem magam, a bűnös életemet, és nagyon jól tudtam, hogy ez csupán megbocsátani lehet, de ez alapján semmi érdemem nincsen abban, hogy Isten nekem örök életet ad. Tudtam, hogy egyedül Jézus Krisztus munkája által kaptam ezt. Mégis, mikor eltelik egy kis idő, akkor úgy gondoljuk, hogy a cselekedeteink mégis befolyásolják ezt az üdvösséget valamiképpen. Azt gondoljuk, hogy ezt nem mondjuk így ki, de mégis úgy érezzük, hogy ha ezt vagy azt cselekszem, akkor ha jót cselekszem, olvasom a Bibliát, elmegyek gyülekezetbe, jót teszek másokkal, és próbálok fejlődni a lelki életben, akkor ez hozzátesz valamit ahhoz, hogy nekem örök életem van. Ha pedig éppen padlón vagyok, vagy éppen nem gyakorlom annyira a hitet, és nem olvasom a Bibliát olyan rendszeresen, és mondjuk nem mentem el gyülekezetbe se pár hete, akkor pedig pont úgy érzem, hogy Istennel az én megigazultságom, az, hogy nekem Isten igazságot adott Jézus Krisztus által, igaz vagyok ő előtte, ez valahogy megrendült. És valaki azt mondta, hogy ha nem tehettél hozzá semmit a cselekedeteiddel ahhoz, hogy örök életed legyen, akkor nem tehetsz semmi olyat sem, amivel elveszed ennek az értékét, amivel ezt megszüntetheted. És Jakab pont erről ír, ugye, és ezért olyan érdekes Jakab levelében ez, hogy Jakab azt írja ebben a fejezetben, hogy Ábrahám a mi atyánk nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron. Látott tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Pál ugye pedig azt írja, hogy Ábrahám azért igazult meg, mert Istennek a szavát elhitte. És elhitte azt, amit Isten mondott neki, hogy ugye fia fog születni öregkorában, és áldást nyer általa a föld minden nemzetsége, és ezt elhitte Ábrahám, és ezért Isten igaznak hitte, igaznak fogadta előtt. És látszólag ez a két dolog ellentmond egymásnak, Pál és Jakab, és mi is érezzük a mi hitünkben ezt az ellentmondást néha, hogy igen, azáltal van üdvösségem, amit Jézus tett értem, de mégis a cselekedeteim vajon munkálják-e az üdvösségemet. És tesznek-e hozzá ehhez valamit. A más vallásokban általában úgy van, hogy az embernek kell Istenért valamit tenni, és neked kell megmutatnod a cselekedeteiddel valamit, és ezért talán aztán elnyered a megvilágosodást, vagy elnyered
az örök életet, az iszlám szerint például, a kereszténység pedig éppen feje tetejére állítja ezt az egészet, és azt mondja, hogy van egy ajándékba kapott üdvösséged, amiért nem tudsz megdolgozni, és ebből kifolyólag, és ebből fakadóan tudsz jót cselekedni. És rajzoltam egy ábrát, ami segít ebben a gondolkodásban, tehát, hogy más vallások szerint az első lépés az, hogy jó emberré válok, jót cselekszem, a jó cselekedetek által. A következő lépcső épül a hit bennünk. Ez elfogadásra méltóvá tesz engem. És a végén kiérdemled az üdvösséget. Ugyan lehet, hogy némi tisztító tűz, vagy némi pokol által, ahogy az iszlám mondja, de egy idő után mondjuk kikerülsz ebből az állapotból, és örök életet kaphatsz. Ugye Jézus a feje tetejére állította ezt az egészet, és azt mondja az ige, hogy ingyen adja az üdvösséget azáltal, hogy ő megszerezte ezt. Ő az, aki a kereszten azt mondta, elvégeztetett. Ő az, aki a törvény követelése miatti halálbüntetést elszenvedte helyetted. És ez a kezdet, és ez eltölt bennünket, ha ezt elhiszed, ez eltölt bennünket azzal, hogy elfogadottá válunk Isten előtt, hogy szeretettek vagyunk Isten előtt, és arra indít, hogy hitünket Krisztusba helyezzük, és végül arra, hogy akarunk jót tenni. Nem az van bennünk, hogy kell, hogy jót tegyünk ahhoz, hogy örök életünk legyen, hanem Isten a Szentlélek által, akit odaad a hitünk alapján, a hitünk következtében, ő az, aki újjáteremti az életünket, és ő az, aki termi bennünk a gyümölcsöket a jó cselekedetekre. És végül is a jó cselekedetek sem a mi munkánk lesznek, hanem a bennünk élő Szentlélek gyümölcsei lesznek. Az egész cselekedetek és hit problémát Jézus megoldotta, és minden ő érte, ő általa van az életünkben. Ő végezte el a munkáját az üdvösségünknek, nincs semmi másra szükség, csak arra, hogy rábízd erre a munkára az életedet, rábízd az életedet arra, hogy Jézus meghalt helyetted, megszerezte neked az örök életet, igazzá váltál Isten szeme előtt, betakart téged az igazságnak a kabátjával, és Jézus Krisztus vére által meg vannak bocsátva a bűneid, és ez tölt el bennünket olyan hálával és szeretettel, ami aztán nem marad cselekedetek nélkül, hanem akarunk úgy élni, ahogy ami megváltónk élt, és akarjuk az életünket letenni az ő kezébe, akarjuk átadni a testünket az igazság fegyvereivé, az ő szolgálatára. És amikor azt mondja Jézus, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám boldogító és könnyű, és azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, akkor nem arról beszél, amikor a hétköznapi fáradtság és terhek vannak rajtunk, hanem arról beszél,
amikor a törvény cselekedetei által akartok tetszeni Istennek, amikor jó cselekedetekkel akarja valaki elérni az üdvösséget. Azt mondja Jézus, hogy jöjjünk hozzá, mert ő megcselekedte a mi részünket azzal, hogy megbocsátotta a bűneinket, és nekünk többé nem a cselekedeteinken keresztül van üdvösségünk. Jakab, amikor a cselekedetekről és a hitről beszél, akkor nem az üdvösség szempontjából beszél, hanem a hitnek a megtartó erejéről beszél. Arról beszél, hogy a cselekedetek által, ahogy cselekszed a hited alapján, a cselekszel a hited alapján, ez a hitedet építi, megerősíti, és ellenállóvá teszi az élet viharaival szemben. És a hited visszamutat arra az igazságra, amit kaptál Jézus Krisztusban. És hadd olvassam fel nektek ezt a részt befejezésül. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van. Mit használ az? Ugyanúgy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Jakab itt egy olyan témáról beszél, hogy a hited arra indít, hogy jót cselekedj másokkal, jót cselekedj a szegényekkel, jót cselekedj azokkal az emberekkel, akik körülötted vannak. És a hit és a benned lévő Szentlélek adja meg az erőt ezekhez a jó cselekedetekhez. Koráncsán fejeztem be ezt a témát, holnap nekiállok újra, mert még tartozom nektek ezzel. Isten áldjon benneteket, sziasztok!